Ez itt ismét a Cold Topic, a hét leghűvösebb hírei. Krisz, mesélj, milyen hírekkel érkezünk ma? A leghűvösebb híreink közül Eden Hazard bejelentette, hogy maradni szeretne a Real Madridnál. Megszületett Frank Lampard első győzelme a Chelsea kispadján. Lothar Matthäus azt mondta, hogy nincs szükség Thomas Müllerre a Bayern Münchenben. Erik Ten Hag ismét elmondta, hogy szeretné meghosszabbítani De Gea szerződését. És végül Lionel Messi végre bocsánatot kért, és az öltönye is rendben volt. Krisz, mi volt ez a pusztulat itt az elején? Hát ezek nagyon-nagyon fontos hírek egy-egy csapatra lebontva, hiszen hogyha mondjuk onnan indulunk, amit én mondtam, hogy megszületett Frank Lampard első győzelme, és ezzel a Chelsea bebiztosította a bentmaradását a Premier League-ben, azért mégiscsak egy óriási hír, nem Krisz? Édes Istenem, nem. Mert pont ez az, hogy amikor erről egyeztettünk, hogy figyelj, annyi ilyen szalag cím volt, hogy ezeket már jó, így dobod be, én is dobom be, nem érdekes, ebben semmi hír nincs. Mi lenne, ha csinálnánk ebből egy csokrot? Na, és így született meg ez az ötlet. Úgyhogy csupa-csupa ilyen kevésbé érdekes hírt akartunk feldolgozni, amikről tényleg azt gondoljuk egyébként, hogy nagyon hírtartalma nincsen, viszont ez annyira meghatározta a múlt hetet, és mégiscsak Hot Topic a műsorunk címe, hogy ezekkel valamennyire érdemes foglalkozni. Szerintem adjunk magunknak 3 percet, amíg tényleg kidumáljuk ezeket a szalag címeket, csak hogy mit gondolunk róluk. Az a baj, szerintem, hogy a Chelsea-nél végeztünk. Lampard megnyerte az első meccsét, oké, van még vissza néhány forduló. Nem esnek ki. Gratulálunk. Folytassuk Hazarddal, meg a Real Madriddal. Ott is gratulálhatunk szerintem a Real Madridnak ezért a fantasztikus igazolásért, és szerintem nincs olyan Real szurkoló, aki nem örülne, hogy a Hazard távozna, hiszen ő a legjobban fizetett játékos az egész keretet tekintve, 31.250.000 eurót keres per év, és szeretné kitölteni a még hátralévő egy éves szerződését, de ne legyünk rossz indulatok, nem a pénzért marad. Még szeretne trófeákat nyerni, nem Krisz? Tehát arról van szó, hogy ki tudja még jövőre, milyen célokért küzd a Real Madrid, milyen trófeákat hódít el, és ő még szeretné gyűjteni a trófeatárházat. Nem erről van szó? Sőt, ugye kiegészítve, ugye azt is mondta, hogy ő gondolkodik azon, vagy legalábbis hírek voltak arra, hogy gondolkodik azon, hogy miután leketyeget neki a szerződése, tehát még az a plusz egy év, akkor utána visszavonul. Tehát ennyire lehet értelmezni szerintem az ő motivációját. Nem tudom, én Arsene Wenger mellett nevelkedtem, nem az túlzás, tehát hogy Arsene Wenger nyilatkozatait szívtam magammal együtt az anyatejjel, és Wengernek volt ugye mindig ez a nyilatkozata, hogy amikor lesérült egy játékos, akkor ugye, hát nagyon sajnáljuk, de amikor felépült, akkor azt mondta, hogy olyan, mint hogyha egy új igazolás lenne, és lehet, hogy a Real Madridnál is, hogy ezzel nyugtatják magukat. Szerintem túl nagy bértömeget jelentő a teljes bérgazdálkodásban, és én el tudom képzelni azt, hogy egyébként szerintem megválnának tőle. Itt ugye a kimenője az csak akkor van, hogyha tényleg egy klub kipengeti egyrészt a bérét, másrészt meg a transferárat, és aztán majd a Real ezt is szépen hagyja majd kifutni. Csak hogy fun factként elmondjam, ugye ebben a szezonban a második legjobban kereső játékos egyébként Toni Kroos volt, ő ilyen 24 millió eurót keresett. Ez nagyjából ilyen 7 millió eurós különbség a két játékos között. Ez majdnem megegyezik azzal, amit Éder Militao keres évente. Csak mondom, hogy ekkora különbség van egyébként itt a Hazard sztori mögött, nyilvánvalóan mindenki örülne, ha távozna. De viszont a Manchesterben nem mindenki örülne, hogyha De Gea távozna. Ez egészen hihetetlen, és folyamatosan ment ez az Erik ten Hag féle kommunikáció, hogy minden egyes rossz meccs után elkezdte megvédeni De Geát, és most megint volt a hétvégén egy rossz meccsük a West Ham-en, ahol nyugodtan rákenhetjük De Geára azt a kapott gólt. És ezek után azt mondta Erik ten Hag, hogy De Geára szükség van, szerződést kell vele hosszabbítani. Nem értem, mikor csináltunk erről műsort, hogy milyen kapusokat ajánlunk a Manchesternek? 2 hete? Tehát nem nézitek Manchesterben? Erik, nem nézed a Hot Topicot? Mi van veled? Jó lenne ide kapcsolni. Nem sértődünk meg, ha nem nézitek, Erikék, de egyébként meg ugye Szalai Szabi az, aki nagy Manchester szurkoló az Unibetes táborban, és hát ő gyakorlatilag minden Manchester meccs egy ilyen chat stroke, csak az, amit ott végigél. És ott mindig azzal nyugtatom őt, meg lehet, egy kicsit magamat is, meg csak szimplán a józan ész mellett próbálok végig kardoskodni, hogy Erik ten Hagnak az a dolga, hogy védje De Geát. Tehát, hogy oké, tudjuk, hogy De Gea nem jó, látja Erik ten Hag is, muszáj valamennyire megnyugtatni, ha minden meccs után azt mondja, hogy figyeljetek, tudom, hogy nem jó, de attól még az én kapusom. Ezt mégsem tárhatja így a világ elé. Emiatt aztán szerintem nyilván kell az, hogy pozitívan beszéljen róla, de most már annyiszor beszélt róla pozitívan Erik ten Hag, hogy már kezd gyanús lenni. Úgyhogy én még mindig azt mondom, hogy szerintem ez csak szimplán politika, meg szimplán man management, hogy
dicséred őt. De amikor már tényleg az, hogy egy ilyen vereség után is azt mondod, hogy nagyon szeretnék meghosszabbítani, maradjon itt, akkor azért úgy erős a gyanú bennem. Beszéljünk Lothar Matthäusról, aki szerint Thomas Müllernek nincs szüksége a Bayernnek a kezdőben, tegyük hozzá, a kezdőcsapatban, nemhogy a kezdőcsapatban. És amikor ezt mondtam Krisztofnak, hogy erről beszélünk, ő azt mondta, hogy de miért akarsz az ex-magyar szövetségi kapitányról beszélni? És van egy ilyen nézőpont innen Magyarországról, hogy ez egy kókler edző Lothar Matthäus, miközben Németországból nézve ő egy csodálatos játékos, aki egy fantasztikus legendája a Bayern Münchennek, aki amikor a Bayernről beszél, akkor mindenki odafigyel, csak hogy ez a kettős nézet, ez lehet, hogy eltorzítja a valóságot innen Magyarországról, vagy lehet, hogy Krisza, te vagy a mi fejünkben is összességében. Viszont szerintem, amit mondott, ebben van igazság, mert hogyha azt nézed, hogy ebben a most a legutóbb 4-2-3-1-ben játszó Bayern kapcsán, mondjuk 10-es poszton le tudod rakni vagy Musialát, vagy Thomas Müllert, akkor lehet, hogy már érdemes a Musialát betenni, főleg amilyen jó szezonja van idén, mint Thomas Müllert, és egyébként a kulcsmeccseken Thomas Tuchelnél sokszor a kispadról állt be, és nem volt egyértelműen kezdő, érdemes még akár a BL meccsekre gondolni többek között. Szóval, hogy tényleg az a tendencia, hogy Thomas Müller egyre inkább kiegészítő emberé válik Tuchelnél, szerintem a játékrendszer miatt. Benne van. Én még mindig nem értem, hogy miért beszélünk Lothar Matthäusról. Beszéljünk Lionel Messiről, mert hogy ugye bocsánatot kért, és ez Franciaországban hatalmas nagy eseménynek számított. Ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy felfüggesztették őt 2 hétre, amiatt, hogy engedély nélkül távozott Szaúd-Arábiába szerződéses kötelményeinek eleget tenni. És ugye ebből lett az, hogy a párizsi klub azért így, nem tudom, oda csapott az asztalra. Én mindig azt mondom, hogy szerintem egyébként ez egy jó döntés volt a klub részéről, de az is volt, hogy ez egy kicsit könnyű döntés volt onnantól kezdve, hogy azt mondod, hogy tulajdonképpen lejár a szerződése. Tehát, hogy nem az volt, hogy itt még hosszú évekig kellene őt menedzselni a klubnál, hanem az volt, hogy neki kifelé áll a szénája, tehát igazából most tudunk erőt demonstrálni. Messi gyártott egy ilyen videót, ahol hát én nem tudom, a 33-10-esemmel, ha beépítek egy Nokia 33-10-esből, berakok egy kamerát, lehet, hogy jobb minőségű lett volna. Mindezt ilyen szépen, ilyen jól öltözött kisfiús allűre, ahol egyébként bocsánatot kért, meg felelősséget vállalt, tehát tök rendben van, és szerintem kb. Pont eddig kellene, hogy tartson a sztori. De aztán ugye tegnap kijött egy hír, az AFP hozta le, a világ egyik legnagyobb hírügynöksége, hogy már oda is igazolt egyébként Szaúd-Arábiába. Ezt egyébként nem erősítették meg, hanem sőt, ő maga is kiadott egy közleményt, meg az édesapja is, Jorge Messi, állítva, hogy igazából itt semmi megállapodás nincs, nem írt alá semmit, de és várjunk a szezon végéig. Én nekem egyébként gyanús az, hogy itt már be van hűtve ez a pezsgő, várjuk meg, szerintem pont ennyit érdemes most mondani Messiről, mert egyébként más fejlemény meg nincsen vele kapcsolatban. Erről a videóról még, ha nem is Messiről, erről a videóról beszéljünk, tehát hogy nem volt Messi környékén egy sajtós, aki szólt volna, hogy figyelj már, nem kéne valami normálisabb helyet, mint egy a fehér fal elé beállsz, és tényleg vacak minőségben csinálunk rólad egy kép, egy videót, egy telefonnal, tehát hogy ez az, ami furcsa, tudod, hogy ezek mögött, a játékosok mögött tényleg nem hogy egy ember van, hanem ahogy beszéltünk mondjuk a Neymaros film esetében, Neymar mögött 200 ember dolgozik az arculatán, 200 ember az arculatán, és nem volt, aki rácsörgött volna Messi, hogy tesa, ezt azért ne tegyük már ki, mert hogy ez igaz. De ugyanaz a kérdés felmerülhet nyugodtan az Insta posztja miatt, ahol amikor meglepődött, hogy mennyi fa van, a Szaúd-Arábiában, hogy mennyi fa. Ja, folyt a sivatagban. Nagyon durva. Most nézd, ilyen stilisztikai kérdésekben őszintén engem annyira nem érdekel. Itt inkább az a furcsa, hogy Messinek miért kell a nyilvánosság előtt bocsánatot kérnie. Nyilván azért van a szurkolóknak is, meg nyilván a közvélekedésnek is próbálja mutatni a jobbik arcát, mert hogy tulajdonképpen mi történt? Elment, nem kért engedélyt a vezetőitől, ezt bármely munkahelyen egyébként ugyanúgy lehetne szankcionálni. Megbeszélte volna akár velük is ilyen négy szem közt, de nem, hanem a nyilvánosság elé tárta. Hát valószínűleg ez is egyébként az is az, hogy tudatos, de lehet, hogy már én kötöm össze furcsa a pontokat, de hogy tudatosan csinálod azt, hogy ilyen nagyon amatőrön állítod be, és akkor az a közvélemény se kajálja be úgy, hogy fú, ez nagyon patika mérleg volt, ez nagyon műanyag. Ezt senki nem veszi be, hanem hát tényleg a konyhájából vette fel ezt az egészet. Hát figyelj, legalább mindenki megnyugodott. Egészen a következő átigazolási hírig.
Na maradjunk a franciáknál, ugyanis a Lyonnál érdekes történések vannak Chris szerint, aztán, hogy minket izgat, ez mindjárt kiderül. Nagyon drukkolok, hogy sikerüljen ezt a Jean-Michel Olas történetet jól előadni. Mi történik a Lyonnál pontosabban? Köszönöm, hogy drukkolsz. Igazából én nem Jean-Michel Olasszal akarom kezdeni, hanem egy nagyon fontos mérkőzéssel. Mindenki készítse be a hideg kaját. Nem, ugyanis volt a hétvégén egy Lyon-Montpellier meccs. Figyelj, fél idő, 1-2. Végeredmény, 5-4. Mindezt úgy, hogy a Lacazette, Alexandre Lacazette a 99. percben lőtt egy 11-est, ezzel dőlt el ugye a mérkőzés. De ugye mitől volt ez különleges? Attól, hogy ezen a meccsen két mesternégyes is született. Elie Ouahi, illetve Alexandre maga Lacazette is mesternégyes rúgtak. Ha csak visszatekintesz oda, hogy mikor született az utolsó mesternégyes a francia bajnokságban, 2018-ig kellett volna visszatekerni. 2018. Most ezen a meccsen egyszer volt kettő is. Úgyhogy ez önmagában is egy ilyen elég nagy esemény. És nem mellesleg egyébként zárójelben Lacazette jelenleg társgól király Mbappé mellett 24-24 góllal, 4 fordulóval a vége előtt. Tehát, hogy aki ezt megmondta így évelején, meg megjósolta volna, annak így tényleg kalapomat emeltem volna. De ugye azért is hoztam be ezt, mert önmagában is egy furcsa meccs volt, másrészt a Lyonnál azért történtek dolgok. Ugyanis a klub elnöke, Jean-Michel Olas, akit egyébként nagyon sokan Olának szoktak mondani, de Olas, lelép. 36 év vezetés után. Gyakorlatilag ő hozta létre a klubot, ami nyilván nem igaz, de hogy ő emelte fel arra a szintre, ahol most éppen vannak. A 2000-es években tulajdonképpen ők voltak a Paris Saint-Germain. És sorozatban nyerték meg ugye a bajnoki címeket. Aztán a Bajnokok Ligájában is volt, amikor eljutottak ugye elődöntőig. Közben stadiont építettek, emiatt ugye nem is nagyon tudtak annyira vásárolni. Az akadémiára kellett építeni. És hát az akadémiából, ha én most elkezdeném sorolni Karim Benzemától, Hatem Ben Arfáig, ezeket a neveket, tehát az 90-es évekig is vissza lehet menni a Florian Maurice idejéig, azért az elég hosszú lista lenne. És végig ezek mellett érted a Lyon, most lehet, hogy a férfi csapatról most kevesen emlékeznek meg, vagy kevesen van így látó, vagy mezőn, de a női csapat az, ami egészen értetlen. Az elmúlt 20 évben 15 bajnokságot ők nyertek meg, és 8 bajnokok ligáját. Tehát azért ők egy abszolút referencia, hogyha női fociról van szó. Jean-Michel Olas pedig tényleg egy olyan elnök volt, aki oké, nagyon szeretett nyomást gyakorolni a bírókra, és ez nagyon sokszor ilyen áldozati pozícióból, hogy mindig ellenünk fújnak. És hogy azon közül, az elnökök közé tartozott, aki nagyon-nagyon sokat kommunikált, és saját Twitter fiókja van, néha oda jelentette meg a kisé demagóg szövegeit, de ugyanakkor meg egy olyan elnök volt, aki ezt az egészet gyakorlatilag egyedül menedzselte, nem volt soha egyetlen korrupciós ügye, nem volt semmi fura ügye, nem volt semmi kamu igazolás, amire azt mondod, hogy ez így elég para. Bármi, aminek mondjuk illegális szaga lett volna. Tehát hogy szerintem ez így egészen tisztán lett vezetve. Franciaországban az egyik legnagyobb elnök az elmúlt 20 évből, és még azt mondom, hogy európai mércével is legalább a Lyont a nagyobb közé juttatta, még úgy is, hogy egyébként az elmúlt években ez egy kicsit megkopott, meg nem volt már az igazi, de most gyakorlatilag jön egy új amerikai tulajdonos, John Textor, ők vették meg a klubot, és most gyakorlatilag ők is veszik át az irányítást, úgyhogy Jean-Michel Olas meg egy ilyen jól megérdemelt nyugdíjat, és hogy hívják ezt, ilyen látványelnöki pozíciót fog majd betölteni a klubnál. És akkor most így Jodamester szavaival élnél, hogy a jövőbe jövőd, ködbe burkolózik, tudod, mint amikor így elmondta, vagy mit mondanál a Lyonnal kapcsolatban? Nagyon nehéz megmondani, mert ugye most gyakorlatilag jön egy új vezetés, hogy most mennyire ködbe burkolózik, és a sötét oldal jelenik meg, vagy a horizonton. Ezt így nem tudnám megmondani. Szerintem nagyon kellett ez a váltás, és Olasz is már nem feltétlenül menedzselt ezt jól a vége felé ott. Ugye nagyon sok mindenről szeretett ő dönteni, és az elmúlt években kicsit a közönség nyomására engedett ebből, és kinevezte szakmai igazgatónak Juninho-t. Nem működött. Tehát, hogy nem tudtak együttműködni. Olasz túlságosan kontrollmániás volt, és most ezt is nehezen engedte ki az új tulajdonosnak, és az új tulajdonnál meg ott van, hogy akkor most fel kell építeni a stábot, és nem tudott még, hogy ki lesz ez a stáb, de az biztos, hogy nagyon el kell mozdulni ebből az irányból, mert ez most ilyen nagyon dögszak, hogy Lacazette-eket meg Tolisso-kat hozol vissza, és tulajdonképpen a régi játékosaidat próbálod meg így visszaintegrálni, és ez szerintem így ideig, óráig működik, rövid távon, de ahhoz, hogy te újra valami pozitív dinamikát indíts, ez kevés lesz. Úgyhogy azt mondom, hogy várjunk még vele, most jön a váltás, most jön az új fejezet.
Itt ugye mesterényesekkel kezdted, ugye nem is olyan régen Tati Castellanos 4 gólyáról nem beszélhettem a Real Madrid ellen, de úgyhogy most nem érdekel, akkor most beszélek a Real Madridról a kupagyőzelmük kapcsán. Vito! Mert hogy megnyerték a spanyol kupát, úgyhogy már van trófeája a Real Madridnek is ebben a szezonban, és mondjuk aki csak az eredménytáblára néz rá, akkor azt látja, hogy Rodrigo 2 gól, biztos, hogy ő a meccs hőse. És igazából persze, de mégse, indulunk egy kicsit távolabbról. Beszéljünk az Osasunáról először, aztán utána rátérünk a Real Madrid, és hogy hogyan lett Rodrigo a mesnek a hőse. Osasuna ebben a szezonban mindenképpen egy történelmi léptéket ért el, már azzal is, hogy második alkalommal jutott be itt a kupa döntőbe. Egyébként az első alkalom az a 2004-2005-ös szezon, amikor egy bizonyos Javier Aguirre volt a csapat vezető edzője, tehát ebből tudhattátok, hogy ez egy vacak csapat volt, egy vacak játékkal, borzasztó idegesítően, defenzíven rúgjuk fel, és majd jönnek a fejes párharcok elő. Ezzel szemben Arrasate egy nagyon jó, nagyon látványosan építkező Osasunát rak össze most már hosszú évek óta, és tényleg az látszik, hogy az alsóházból sikerült egyrészt stabilan a középmezőnybe lépni, és ebben a szezonban most már azért ott voltak így a konferencialiga pozíciók környékén is, és nagyon sokat léptek előre ténylegesen. És vannak kifejezetten jó játékosaik, meg olyan játékosaik, akik miatt érdemes mondjuk meccseket nézni, például Chimi Ávila, például Abde, például egyébként ilyesmi, egyébként David Garcia is, aki mondjuk szereti a jól védekező játékosokat is. Szóval vannak kifejezetten jól épülő keret, van meg vannak nagyon fiatal tehetségek is, mint például Aymar Oroz, akinek nem semmi köze Pablo Aymarhoz, de csak ezt muszáj volt elmondanom, még mielőtt valaki jönne ezzel a baromsággal. Szóval hogy visszatérve itt a mérkőzésre, hogy miért lett Rodrigo a meccs hőse, kicsit kényszerhelyzetben volt Arrasate, ugyanis jobb hátvéd pozícióban, ugye Nacho Vidal szokott játszani, aki most a hosszabb ideje sérült, és akkor úgy döntött, hogy hogyan kell levédekezni Viniciust azon az oldalon, úgy döntött, hogy beteszi Moncayolát, aki mindig hatos poszton játszik, ebben kifejezetten jó ezekben a forgatásokban, indításokban, és egész jó a szerelése is, és hogy elé helyezi azt a Ruben Peñát, aki pedig szintén jobb hátvéd, csak hogy ő szélsőt játszott. És majd így két jobb hátvéddel majd úgymond megeszik Viniciust reggelire. Hát ez eldőlt az első percekben, hogy nem, mert rögtön jött a gól. Tehát onnan jött a történet, hogy ott megetetett két embert, Vinicius a túloldalon pedig Rodrigo remekül érkezett, aki pedig már csak az üres kapura kellett bepasszolni a labdát. Egyébként ennek ellenére a Real Madrid végig tudott támadni, egy csomó helyzetük volt például Alabának egy kapufája szabadrugás után, de mégis volt egy-egy Osasuna kontra, aminek az egyik végén mondjuk egy Abde beadásból Lucas Torró tudott egyenlíteni. Ez egyébként tipikus játék az Osasunának, hogy a szélen gyorsan megindítják az akciót, és a második hullámban érkező középpályásoknak visszapassz, és azokból lövés szituációk alakulnak ki. Egy-egy. Igen ám, de vajon mi történt a második gól előtt? Ismét Vinicius az oldalon elment, és bent tudta tartani a labdát az alapvonalon, visszapasszolta be középre a lasztit Krósznak, akinek a lövése megpattant David Garcia lábán, pont úgy Rodrigo elé, hogy neki csak így be kelljen passzolni a labdát, jó időben, jó helyen tudod, ott kell lenni, és ezt Rodrigo hozta magával, úgyhogy így lett Rodrigo igazából a meccs hőse, a kupa győzelem hőse, de mégis igazából az eszetlen nagy király a Real Madrid részéről ezen a mérkőzésen ismét Vinicius Junior volt. Figyelj csak, ha már beszéltünk Javier Aguirre-ről, van itt egy karakter, aki hasonlóan látványos játékot szeret játszatni a csapataival, egy úgynevezett Sam Allardyce, aki ha hiszed, hanem Javi Graciát váltotta a Leedsnél. Egy szezonból eljutsz a szexi, fantasztikus pressing fociból a dögunalom, hosszú labdák, de nagyon akarunk fociig. Hát én mindenre gondoltam, csak a Leedsnél nem, hogy ez tényleg be fog következni. gyönyörű átkötés Javier Aguirre-től eljutni Sam Allardyce-ig. De ugyanakkor meg tényleg a Leedsnél mekkora egy ív ez a teljes szezon nézve, amikor még elindultunk augusztusban, és ott vagy, hogy Marcelo Bielsa, mi lesz? Jesse Marsh, Javier Gracia. Oké, most ott adtunk, hogy Allardyce. És hogy oké, mit árul el egyébként a tulajdonosról, hogy te kinevezel egy Sam Allardyce-ot? Mert hogy én azon gondolkodtam közben, hogy a Leedsnél oké, gyakorlatilag kicserélődött most, ha nem is a vezetés, de ugye leváltották a szakmai igazgatót, leváltották az edzőt,
és a szakmai igazgató, Viktor Orta volt az, aki már nagyon kardoskodott, ő hozta el Bielszát, amikor már válni kellett Bielszától, akkor ő erőltette Jesse Marshot, és utána is még valamennyire tartotta a kontrollt a következő edzőnél, és tulajdonképpen most jutott a kenyértörésre a dolog, és azt mondták, hogy figyelj, nem, ne te döntsél, majd mi döntünk helyetted. És akkor Viktor Orta mondta, hogy oké, én most kisétálok innen. És most tulajdonképpen van egy klub, ahol maradt egy darab tűzoltó. És akkor most ez egyébként tökéletes, hogy Sam Allardyce-hoz, mert Sam Allardyce kicsoda, egy régi motoros, egy igazi ódivatú bútor elem most az angol labdarúgás mezején, akit be lehet ültetni a Leedshez, és azt tudod mondani neki, hogy figyelj, a következő 4 meccsből hát valahogy tartsd benne a csapatot, mert az kellemetlen lenne, hogyha kiesnénk. Igen, nem csak, hogy abból a 4 meccsből gyakorlatilag az első az egy Manchester City elleni meccs volt, és akkor jön még a Newcastle, a West Ham, meg a Tottenham. És akkor ebből kellene most így pontokat szerezni. Nem tudom, én azt érzem, hogy ugye a foci az mindig a... Sokszor beszélünk erről, hogy a foci ugye nagyon sokszor a sztorikról, meg a narratívákról szól. És hogy a tulajdonos hogyan próbálja meg ezeket a sztorikat megírni. És azt mondod, hogy amikor egy Lampardot kineveznek a Chelsea-nél, akkor el lehet adni ezt a sztorit, hogy majd Lampard, mivel ismeri a klubot, majd galvanizálni fogja majd ott ugye a fanbase-t, a szurkolókat, és hogy majd mindenki a szurkolók, azok majd csak is Lampard miatt fogják követni őket. De közben meg a szakmai érvek, azok persze unalmasak, tehát nem tudod azt mondani, hogy figyelj, én mint tulaj megnéztem, mérlegeltem, racionálisan utána néztem mindennek, hanem igazából találni kell egy jó sztorit. És ugye Allardyce sztoria ez, hogy ő tűzoltóként megérkezik, és már nagyon sok klubnál ezt megcsinálta, hogy betopták őt ilyen utolsó mencsvárként, és akkor kihúzta a csapatot a csávából. És erre mondom azt, hogy a sztori ereje ebben van, hogy a tulajdonos is azt mondja, hogy figyelj, mint a politikában, ha én azt mondom, hogy ingyen sör, az mindig előrébb való lesz, mint egy 8 pontos kormányprogram. És ugye ez meggyőzi majd a szurkolókat. És most a szurkolókat meg kell győzni azzal, hogy Sam Allardyce tudja, hogy mit kell csinálni, majd vele ez sikerülni fog. De közben klub szinten ez azért eléggé siralmas döntési pont. Mondom, mi a helyzet igazából, hogyha visszavész Marcelo Bielsáig, persze szexi foci és a többi és a többi, de mi az, ami nagyon jellemző Marcelo Bielsára, hogy iszonyatosan motiválta a csapat. Utolsó utáni percig hajt, ha 4-0 az eredmény, akkor is. Jött Jesse Marsh. Mi a helyzet Jesse Marshal? Nem ugyanez az igaz rá? Jesse Marshra? Dehogy nem. És Javi Graciára? Szintén. Majd most hozol egy Sam Allardyce-t, akinek az a legfőbb szkíje, hogy nagyon megmotiválja a játékosokat. De hát eddig is ez motiváltak voltak a játékosok. Az eddigi négyedző szintén ugyanígy gondolkodott, mindenki motiválta a csapatot remekül. Nem esetleg a kerettel van probléma? Nem esetleg a keret nem elég jó? Erről nem kéne erről beszélni talán, hogy... Elég sokat erősített a többi csapata a kieső zónában. És még úgy is, hogy egy Southampton, ami baromi jól erősített. Tuti kieső. Tehát, hogy azért itt nem inkább a keretről kéne beszélni, mint arról, hogy kéne egy motivátor, aki most majd bemegy, lerúgja a taktikai táblát a helyéről, és azt mondja, most aztán fight keményen, yes! És hogy kimennek, és szétverik a Tottenhamet, meg a Newcastle-t, és ott mindenkinek vége lesz. Én ezt nem látom magam előtt. Hát, és ugye a Leedsnél meg besült ez az egész, tehát hogy lehet azt mondani, persze, hogy belenyúltak egy Bielszával még évekkel ezelőtt, meg volt egy-két jó igazolásuk, gondolok itt egy Rafinhára, meg Meslier vagy Méliére is, de Nyontó is viszonylag úgy néz ki, hogy kezd beválni, de ugyanakkor meg azért voltak mellé nyúlások is, tehát ha azt nézed, hogy Augustin, mire mentek vele, egy Georgino Rutter, mert nyilván az volt, hogy Jesse Marsh ugye egy Red Bull termék, vagy Red Bull iskolát képvisel, megpróbáltak ilyen Red Bull típusú játékosokat hozni. Igen, de ez az egész Red Bull iskola nem volt a keretre szabva, még akkor is, hogyha te hoztál játékosokat. És onnantól kezdve csinálsz egy ilyen torszülött, tehát az egész keretből, hogy akkor vannak az ilyen játékosok, meg a régi motorosok, és kettő együtt nem passzol. És pont ez van, amikor nincsen kontroll, nincsen egy igazi szakmai irányvonal, aki ezeket jól határozza meg. És azt mondom, hogy a tulajdonosok sosem szakmai érvek alapján döntenek, hanem azt nézik, hogy oké, ki van a piacon, és kinek mi a személyes brandje, mi a figurája, a karaktere. És hogy figyelj, mondok neked egy tök egyszerű példát, ugye nagyon sok francia focit nézek. Milyen francia edzőket tudsz mondani nekem? Bárkit?
Zidane nyilván a legnagyobb. Hát Zidane, ki az, aki ennyi BL? Nyilván Zidane-t ültessük le a Paris Saint-Germain kispadjára, vagy legyen ő a francia szövetségi kapitány. Nagyon jó. Zidane nem francia, hanem spanyol ilyen értelemben. Mondjál még. Ó. Ugye? Ugye? És ugye, ha azt nézed, hogy a Premier League-ben ki volt a legutóbbi ilyen francia edző, hát mondjuk Claude Puel a Leicesternél. Igen. De ugye Claude Puel is el lehetett őt adni azzal, hogy ő oké, ért a fiatalokhoz, nevelő edző, ilyen karaktere van, de mellette senki. Mert mindenki tulajdonképpen egy ilyen szintelen szaktalan valaki volt, emiatt aztán nem is nagyon tudtad eladni vele a projektedet, ezért aztán nem is nagyon jöttek meg mellette nem is annyira jók. De ezt mondom, hogy ha megvan ez a karakter, ha megvan ez a figura, ha tudnak téged azonosítani valamivel, akkor már nagyobb eséllyel indulsz. És azt mondom, hogy ilyenkor számít a pozícionálás meg a PR. És egy Sam Allardyce, érted, aki azt mondja, ez a klasszik angol edző, az angol Felix Magath, érted, aki kommandósként ilyen azonnali eredményeket hoz. Sam Allardyce hát a szezonok elején senki nem igazolja le. Senkinek nem kell, mert tudják, hogy vele úgysem lehet. Viszont, amikor már bizonytalanságban vagy, mint tulajdonos, akkor hát jó, akkor ki legyen. Hát valaki, aki azonnali eredményeket tud elérni. És szerintem ez egy önáltatás, tehát hogy egyébként szerintem én nem gondolom azt, hogy benn fognak maradni. És tulajdonképpen a Premier League-ben ez a következő csapatok között fog eldőlni, hogy kik maradnak benn. A Nottingham, a Leeds, az Everton, Leicester, hát ja, meg a Leeds. És három meccs van hátra, ilyen ellenfelek ellen. És most állnak valami 30 pontnál, 19. helyen. Lehet ezzel persze így jönni, és akkor lehet azt mondani, hogy hú, ebben maradtunk, de ott vagy, hogy nincsen szakmai igazgatód, nincs egy potens edződ, és a kereted is rettenetesen aránytalan. Bajnok a Napoli. Története során harmadik alkalommal, óriási dolog, egyébként nyilván a Napoli szurkolók részéről, az a tombolás, ami ment a motorosokkal, a főtereken, az utcákon, és egészen hihetetlen, hogy micsoda fiesta volt itt az elmúlt napokban. Brutális, tényleg nagyon-nagyon megérdemlik. A Napoli borzasztóan kiemelkedett ebben a szezonban a Serie A mezőnyéből. És igazából ezt próbáljuk így megkutatni, megkapargatni, hogy mi ennek az oka, hogy ennyire felül tudták múlni a versenytársaikat, és minek köszönhető az, hogy tulajdonképpen elvesztítik a klublegendáikat, és jobb csapattá válik a Napoli. Hogyha egyáltalán ez volt az oka. Meg, hogy egyáltalán egy ilyen tablót fessünk szerintem a Napoliról, hogy mi az, ami meg fog maradni bennünk erről az évről, mert ez tényleg egy rendkívüli év. Azt néztem, hogy a Cannes Film Festival az jövő héten kezdődik, és ugye a Napolinak a tulajdonosa, ugye De Laurentiis, hát szerintem készülni fog azért egy filmmel, mert ugye hollywoodi filmproducer, és tuti biztos, hogy ő most valamit ki fog dobni, tehát 36 év után, vagy 33 év után végre bajnokok. És ha, oké, induljunk el mondjuk De Laurentiisből, azért hatalmas vasgolyók kellettek ahhoz, hogy egy ilyen szezon, vagy mondjuk az elmúlt évben is nekivágjál ennek a szezonnak, mert hogy azt mondod, hogy pénzügyileg ez a Napoli nagyon rosszul nézett ki, zsírleszívásra volt szükség, emiatt ugye elküldtek nagyon sok játékost, Mertens, Insigne, Ospina, Fabian Ruiz, Koulibaly, és gyakorlatilag ott tartottak, hogy a szurkolók már így szinte ellenük fordultak, és De Laurentiist is pokolba küldték, Spallettit gyakorlatilag megköpködték, ellopták az autóját, és akkor ott volt, hogy az év elején vettek egy Grust, meg egy dél-koreai. és maga Spalletti volt az, aki a szemezen poénkodott, de lehet, hogy De Laurentiis, hogy ez úgy hangzik, mint egy viccnek az eleje. Tudod, egy Grust és egy dél-koreai besételik kocsmába, és akkor mi fog történni? De hogy valójában azt mondod, hogy ha csak a profilokat nézed, egy Insigne, aki tényleg Napolival az önazonos és mindenki imádta, ha azt nézed, hogy kijött helyette egy Kvaratskhelia, azt mondod, hogy támadásbeli különbségek azért úgy kijöttek, és egy teljesebb profilt kaptál vele. Mert Insigne, érted, ő a szegény ember jobblábas Robbenje volt, hogy ez a szélről beizul, befelé cselez, és úgyis ellövi. Aztán vagy bevegy, vagy nem. De ha ugyanúgy nézed, hogy egy Mertens is, érted, aki gyakorlatilag egy ilyen fogadott fiúja volt a városnak belgaként, jött helyett egy Osimhen, nyertél vele a párbajokban, a fejesekben, a gyorsaságban. Tehát, hogy alapvetően, ugye beszélgettünk a legutóbb arról, hogy a legutóbbi adásban, hogy az edzőknek mekkora a hozzáadott értéke, és mindig mondtuk azt, hogy azért van egy plafon, ami már nagyon nehéz átlépni, hanem sokkal inkább a keretnek a minősége határozza ezt meg. És például, ha egy Leicesterből indulsz ki, amikor bajnokok lettek, mindenki ugye dicsérte Ranierit meg a csapatot,
De hogy nem kevesen dicsértek be mondjuk a scoutokat, akik mondjuk leigazoltak egy N'Golo Kantét, meg egy Riyad Mahrezt. És hogy itt is szerintem a Napolinál ez ki kell emelni, hogy azért most nagyon-nagyon belenyúltak ezekbe az igazolásokba, és szerintem ez is a sikerüknek az egyik záloga volt. Abszolút belenyúltak, és tényleg ez jól működött, de én azért nem venném el Spallettinek az erényeit, mert hogy egy én Fabián csak Ruiz, az árnyékban lévő embereket így kiemelni. Világos, tehát Fabián Ruiznak mondjuk a helyettesítése egy lopott K-val, és ez olyan parádésan működik, ahogyan működött ebben a szezonban, ez ki az, aki látta jönni? Hogy én nem. Tehát én nem, egyáltalán nem hittem abban, hogy majd Lobotka lesz az, aki a Paris Saint-Germainhez távozó Fabián Ruizt így meg tudja oldani. És ugye, ha visszaemlékszel, a tavalyi szezonban is nagyon jól indult a Napoli, és még az első 10x fordulóig úgy voltunk vele, basszus, ezek tényleg megnyerhetik a szériát, és mindenki így hessegett, hogy hagyjál már. És valahogy így indult ez a szezon is, hogy ezek tényleg megnyerhetik a szériát, és akkor jöttek ezek a narratívák, hogy oké, de emlékszel, hogy tavaly mi volt? És így, nem. És el kellett tenni a szezonnak, szerintem a kétharmadának, mire ezt mindenki elkezdte felfogni, hogy basszus, ezek tényleg meg fogják nyerni a szériát. Hogy ezek tényleg meg fogják nyerni, és bármilyen furcsa, szerintem Spalletti az. Tudom, hogy Osimhen, tudom, hogy Kvaratskhelia, tudom, hogy Kim, tudom, meg Anguissa, tudom. De szerintem Spalletti kinevezése volt az, ami első körben is jó ötletnek tűnt, emlékszem, hogy beszéltünk is erről, hogy ez egy jó házasság lehet. Csak hogy ugye nálam mindig azt éreztük, hogy van ez a boost felfutás, és utána a kipukkadás. És ez tűnt el Spallettinél a Napolinál végzett munkáján. Nem jött a kipukkadás. És a tavaly is, hogyha arról beszélünk, hogy jött a kipukkadás, az minek volt köszönhető? Viktor Osimhen sérülésének. Tehát igazából ez az, ami mondjuk ebben a szezonban, oké, volt, hogy hiányzott, de közel sem annyit, mint tavaly, és ennek köszönhető az, hogy mivel rendszeresen tudott játszani, így a legjobb Napoli tudott játszani, és mennyire jó ez a Napoli. Hogyha ránézzünk arra, hogy mennyire sokrétegű ez a taktikai szempontból ez a Napoli, hogy mennyire tud különböző játékstílusokban játszani, nyilván jól megy nekik a pressing, jól megy nekik a kis rövid focis játék, hosszú labdákkal is tudnak appellálni. Mario Rui-nak milyen hosszú labdái vannak nagyon sokszor. Osimhent meg lehet játszani magasan, alacsonyan, mindenhogyan. Széről is tudnak támadni, magas védelmi vonalon is tudnak támadni, ugyanakkor meg védekezni is jól tudnak a saját kapujuk előtt. Ez mind egyébként Spallettinek az érdeme, és ugye ez is köszönhető, hogy most ott van az a bajnoki cím, aki szintén Spalletti szerintem nagyon-nagyon megérdemli ezt a Scudetto győzelmet, hogy végre is megkaphatott egy ilyet. Ugye az Oliver Glasner volt az, aki találkozott ugye a Frankfurtnak az edzője, és akkor mondta azt, hogy ezek az olaszok nem úgy játszanak, mint az olaszok, ezek anti-olaszok. Mert olyan intenzitás van bennük, és olyan annyira nem a nagyon sztereotíp és tipikus olasz foci stílus, hogy hordozzák magukban, hogy üdítő volt neki is látni. De ugye, hát ami szerintem meg fog maradni nekem az, hogy mennyire jól egészültek ki ezek a profilok. Tehát egy Lobotka, aki hatosként volt, hogy a védelmi vonalig visszament, vagy volt, hogy ugye, hogy szélekre tolódva mindig növelte létszámot, vagy egy Zielinski, meg Anguissa, hogy hogyan futottak fel mindig ugye a támadásoknál. De hát amit ugye említettem, hogy Kvaradona, meg ugye Osimhen, hogy mennyire jól tudod egymás mellé tenni ezeket a készségeket, mert ketten együtt annyi érdekes dologra képesek, hogy ezeket tök jól lehet kombinálni. Ami mindig meg fog maradni bennem, az a tipikus ilyen Napoli támadás, hogy védelem elindul, sok passz ugye hátul, kimegy a jobb hátvédnek Di Lorenzónak, és akkor meg tudod így feléveri Osimhennek, aki beindul a védők mögé. Ezek a felpassz, visszapassz kombinációk mélyről, a szélső forgatások, amikor Kvaratskhelia is ott váltogatja a helyeit, meg hát amikor gyakorlatilag mondjuk megindulnak a jobb oldalon, ott elszippantják az ellenfelet, és akkor Kvaradona meg ott marad a túloldalon, átforgatják neki, és akkor onnantól rávezeti, aztán csinál valami egészen bődületesen nagy dolgot. Úgyhogy taktikailag ez tényleg egy nagyon, nagyon sokszínű, nagyon érdekes, meg nagyon dinamikus csapat volt, és én azt kívánom nekik, hogy ezt tartsák meg. Meg nyilván maga a játékstílus nekem azt tetszik benne, hogy mennyire önazonos volt magával a régióval, ahol azt mondod, hogy ez mégiscsak Nápoly. Amit említettél te is, hogy mekkora örömünnep volt onnantól kezdve, hogy megnyerték ezt, és hogy akkor ott a tűzijátékok robbantak, és akkor azt hallottad, hogy tényleg, mint hogy kb. Nem tudom, földrengés lenne. És mondták is, hogy ott azt szokták mérni Nápolyban azt, hogy amikor a csapat nyer, akkor így szeizmográfiailag így kimutatható az, hogy mennyire örül ott a meg.
Hát itt biztos, hogy kilengett a mutató. És ugye stílusában meg ott van az, hogy ez a csapat még a 70-es években gyakorlatilag így, ugye még ez a Luis Vicino idejében, az, hogy egy ilyen nagyon dinamikus, nagyon látványos, nagyon proaktív focit játszottak, ez egyfajta ilyen ellenpozicionálás volt az ellen, amit mondjuk éjszakon játszottak, és ami ilyen nagyon pragmatikus, meg nagyon védekező, meg nagyon Catenaccio típusú foci volt, és hogy ez tetszett nekik. És az, hogy Spalletti ezt meghonosította, meg ezt így átadta, ez szerintem így erősítette a helyi jelleget, és szerintem a Nápoly közönsége is sokkal jobban látta magát benne ebben a csapatban, mint hogyha mondjuk ott egy Allegri edzősködött volna. Itt, ha már felhoztad ezt a Leicesteres párhuzamot, szerintem is lehet érezni párhuzamot, már nem olyan tekintetben, hogy ez mekkora egyszezonos történet, mint ami mondjuk a Leicesterrel történt, hanem inkább olyan tekintetben, hogy ott is az volt tapasztalat, hogy a vetélytársak, versenytársak, mindenki valamilyen problémával küzdött. És ez ebben a szezonban a szériában is ugyanúgy tapasztalható. Ugye a Juventus nem csak a 15 pontos levonás, hanem a folyamatos, állandó sérülések, tulajdonképpen alig tudott itt Allegri kiállítani egyszer-egyszer egy-egy olyan csapatot, amit szeretett is volna, vagy ami úgy is nézett ki, mint ahogy azt ő eltervezte. A Milánnál tulajdonképpen kijött itt a keretnek a hiányosságai brutális módon, micsoda forma hanyatlás volt a szezonnak a derekán. Az Internél ugyanez elmondható, pontosan ugyanez elmondható, hogy a szezon elejét jól kezdték, egyébként most is jól néz ki az Inter, de a szezon közepén tényleg olyan szinten ajándékozták el a pontjaikat, mint a húzat. Tehát ennek is köszönhető, hogy a Láció? Tehát a Láció valószínűleg a BL pozíciókban ott lesz. Hogy a Rómánál Mourinho mennyire nem tudta stabilizálni ezeket a győzelmeket, ezeket az 1-0-ás győzelmeket, ők is most így ott vannak. Hogy az Atalanta még mindig versenyben van tulajdonképpen a Bajnokok Ligája pozícióért. Szóval ez mind-mind hozzátesz ahhoz, hogy a Napoli ennyire simán nyerte meg a bajnoki címet. Más kérdés, hogy mi lesz velük jövőre, hiszen hogyha sikerül nagyjából egyben tartani a keretet, amire egyébként bőven látok esélyt, főleg úgy, hogy De Laurentiis, elsőre kimondta, szóval azt mondta, hogy 150 millió Victor Osimhennek az ára. Nem nagyon látok most olyan piacképes csapatot, aki ezt szívesen kifizetni egy új 9-esért, tehát kvázi, hogyha valaki kifizeti, tök jó, akkor veszünk majd egy másik csatárt jó áron, jó képességekkel. Ha meg itt marad, tök jó, mert akkor jövőre is versenyben leszünk a bajnoki címért. Szerintem ez egy nagyon jó csapat, és ezt nagyon-nagyon komolyan kell venni jövőre is, de egyáltalán nem lehet biztosra venni, hogy ugyanezek a szenvedések lesznek úgymond a riválisoknál a következő szezonban. Igen, de ha belegondolsz, az üzleti modell ez? Tehát innen indultak, csak hát nagyon hamar jött a siker, de amikor arról beszéltünk, hogy zsírleszívás, akkor Spallettit is azzal csábították oda, hogy azt mondta, hogy figyelj, játszunk látványos focit, mert azzal fel tudjuk értékelni a játékosainkat, és akkor el tudunk adni néhányat belőle. Érted, Spalletti meg gyakorlatilag mióta kirúgták az Inter után, ő Toszkánában borászkodott, és azt mondta, hogy na, jó, végül is csináljunk valami érdekeset. És ez ennyire érdekes lett, hogy ezt most meg is nyerték. Tehát, hogy nyilván most nagyon magasan határozzák meg ezeket az árakat, de hogy ugyanakkor meg nekik most valamennyire kell az, hogy tudjanak majd eladni. Úgyhogy itt az a kérdés, hogy hogyan fogják menedzselni ezt a keretet, mert hogy nem biztos, hogy ez arra lesz kifuttat, hogy akkor nagyon hosszú ideig tényleg ilyen bajnoki esélyesként pózoljanak. Másrészt meg ugye ez is mennyire érdekes, hogy 17-18-ban volt az, amikor 91 ponttal zárták a szezont, és nem nyerték meg. Akkor már tényleg gyakorlatilag mindenki azt gondolta, hogy akkor el vannak átkozva, nem is fogják megnyerni. És most van egy ilyen nagyon furcsa év, amikor tényleg azt mondta, hogy a konkurencia is legyengült, és közben meg itt nagyon összeállt az egész. És akkor most mégis, érted, Diego után 33 évvel, az after Diego, ez nagyon megy ugye Nápolyban, hogy az időszámítás az Diego Maradona után datálódik, és hát, érted, az utolsó győzelmük az 90-ben volt, és most gyakorlatilag ez megadatott. Meg hát jó látni ezt az egész ilyen helyi, ilyen lokális jellegét a dolognak, hogy ugye Maradona idején valami, nem tudom, több mint 500 gyereket neveztek el Nápolyban Diego keresztnévvel, és most meg már volt olyan, aki Kvicsának nevezte el a saját kisfiát, érted? Meg hogy ugye Diego Demme az, aki szintén onnan kapta a nevét, mert ott valami apuka, azt hiszem, valami, nem tudom, olasz illetőségű volt. Úgyhogy én bírom ezt az egész storytellinget, ugye sokszor ugye szakmailag próbáljuk meg ezt kielemezni, és most is megtettük, de ugyanakkor meg azt mondod, hogy végre egy ilyen üdeszín volt, amikor egy adott klub meg tudja tartani ezt az egészet, és ugye a Welcome to Wrexham az mostanában előkerült már több adásban, és biztos, hogy csinálunk majd róla egy videótékát, de ott is van egy ilyen, amikor megérkezik két hollywoodi sztár, érted?
Ryan Reynolds, meg Rob McElhenney, és akkor ott ülnek, hogy most tulajdonképpen hogy csináljuk úgy, hogy ne roncsuk el nagyon. És akkor mondják azt nekik a helyiek, ez ilyen kulcsmondat, hogy amíg megőrzitek a helyi jellegét a dolognak, addig nem lesz gond, addig a közönség veletek lesz. És szerintem ezt a Nápoly valamennyire megtartotta. És itt tényleg ez a kérdés, hogy most egy ilyen nemzetközi, európai kaliberű csapatot akarnak futtatni, vagy megőrzik majd ezt a helyi jelleget ott Nápolyban. Amúgy elkezdtem ezt a Wrexham-es sorozatot. Na, és angolul vagy magyarul nézem? Angolul nézem, angol felirattal, mert a Velszi részeket, hogyha nem írja ki angolul, akkor nem értem, hogy mit mondanak angolul. Jó, de ez mindig így működik, hogy az angoloknak muszáj feliratozni, még a Velszi dialektus is, mert azt se érti. Na, és egyébként hogy tetszik? Hát ezt majd egy videótékában elmondom, jó?